Sziasztok, ez a Mortir 3 végigjátszás utolsó része, egyben a nyolcadik. Kezdjünk is neki. Itt vagyunk, ahogy leszálltunk a vonatról. Azt nem mondtam, meg nem is mutatta semmilyen átvezető videó, sztoriba volt leírva, hogy elloptuk a mozdonyt, majd itt kötöttünk ki. Akkor egy, és nem halt meg, pedig akárhogy is nézem, az egy fejlődés volt. Ez a pálya is ahhoz képest egész jól ki van dolgozva, mondjuk hegyekkel van a körülvéve, egy nem túl nagy a látótávolság. Gondolom ezzel is spóroltak. Na hát ez az átvezető videó, pedig látszik még a szélkereszt, ezt is elég szarú csinálták meg, nem tudom, többi átvezető videóban valahogy nem volt ott a szélkereszt. Ops. Sikeresen meghalt a machine gunos. Baj volt, ment is. Bagos átvezető. Nem tanulnak, egymás után állnak sorba. Most meg hogy a francból, hát doboz mögött állok. Nem is láthat. Mi a franc ez, csoda játék. Nem baj, életcsomag. Ez pont kellett. Ó, persze, semmiből tűnjél elő. Honnan kiabálnak? Mi van itt? Életcsomag. Ó. És mi a fenét kell itt? Talán erre. Ah, igen. Persze a nyíl is csak akkor segít, mikor már egyértelmű, hogy erre kell jönni. Nem lehetett volna erre terelni egyből. Jó, mondjuk elég egyértelmű volt, de akkor is. Nekem valahogy mégsem sikerült egyből felfedezni. Ó, fel kell robbantani. Hát, az a tank elég élőnek tűnik. Akárhogy is nézem. Ah, értem. Itt is. Ott egy ágyú, de egyetlen katona se állna be mögé. Mert hogy lehet, hogy még meg is tudnának sebezni esetleg. De is, kinek jutna eszébe ide feljönni egyáltalán. Még csak nem is erre kell jönni. De azért van ide is katona eltéve, pedig vagy letéve. Ja, értem. Tehát ezek itt eddig rejtőzködtek, amíg én szépen leszettem belőlük a társukat. Jó van, kedvesek. Négy bombát lerakni. Na persze, még tetőről hogy rángatózik már. Így, most pedig fedezik. Nem olyan sorrendben robbant volna már fel a... Robbantak volna már fel a tankok, hogy leraktam a tölteteket, nem? Azért is. Először az első, aztán a harmadik, második, negyedik. Jó. Mindegy. A játék próbál egy variálni, hogy... Hopp. Nem. Hogy... Robbantsunk fel azt, robbantsunk fel azt. De... Még így is elég monoton.
Már mondjuk a pályák elég változatosak, de az ellenségek szinte mindenhol ugyanúgy néznek ki, kb. Van háromfajta ellenség és ott közül válogat. Pályától, mármint pályától függ, hogy milyen rendőröket is csak a bankrablós pályán láttam. Ez meg lebeg. A többi pályán nem is igazán, egy talán még a vonatos pályán. Hát persze, ami az utunkban van, miért ne tegyünk rá bombát, robbantsuk föl, mi történik. Azt, ezt is olyan fontos lehet nekik minden, hogy ennyi katonát állítanak rá védeni. Hát ők tudják. És... Ezzel tényleg sokat segítettünk magunknak. Most biztos nagyon megharagudtok ránk a katonák. I am the destroyer. Igen, biztos. Már mondjuk egyedül több száz katonával elbánni. Azért lehet mégis megérnem ezt a címet. Ennek pedig aztán sok segítsége van. Eleve lejöttünk onnan, akkor meg miért dölt ide. Na, mindegy. Ja, értem, hogy lerombolta itt a tüskés drótkerítést. Így át tudunk jutni. Hát, ha nem lenne ilyen bagos az ugrálás. Így. Új feladat. Jusson a német a titkos hadiüzemébe. Hát tényleg nagyon titkos lehet, ha még mi is tudunk róla. Na, meg valószínűleg itt ezt a páfrány növényzetet védik ezzel a sorompóval. Eléggé logikátlan ez a... Logikátlanok ezek a németek, akiket itt a játékban feltüntetnek. A fegyverére támaszkodva hal meg jó. Egyébként gondolom, mivel ez az utolsó pálya, ezért hosszabb lesz, mint a többi rész. Úgyhogy... Nem tudom hány perces lesz. Valószínűleg meghalok többször is a videó alatt. De... Jó, nem olyan egyszerű ez a játék. Főleg, hogyha elkezdenek sorozni, akkor nincs túl sok esélyed, hogy túléld. Hát ez tényleg nagyon, nagyon fontos lehet nekik, ez is annyian védik tényleg. Nem tudom mozgani a sok katonától. Ja, de tudok, mivel csak négyen védik kb. Ezt az egy tankot. Ezek ezt a nagy lőtornyot is kívülre egy darab mesterlövészt állítottak rá. Meg még egyet a toronyba. Hát igen. Lehet, hogy annyira titkos, hogy még a katonáknak sem mondták el. Akiket ide küldtek, hogy hova kell menniük. Ezek szerint... Ezt robbantsuk fel a tankot is, miért is ne lát, ha bár nem ül benne senki. Pazaroljuk a töltöteket. Tehát megint robbantással értük el, hogy tovább jussunk. Meg kezd elég unalmassá válni. Az még ki se jött, de már lőtt. Szóval még mögöttem is annak. Hopp. Ja, volt esélyem lelőni. A sarokban életcsomagok, oké. Nem vagy csak nekünk segít. Mi a franc? Hát... Értem. Tényleg sok esélyem volt. Szerintem az ellenségek azt lövik, aki mozog. Nem, nem. Azt is lövik, aki nem mozog. Robbanj már fel. Így. Na, most futás.
Az is állját, hogy menekülne, inkább velem foglalkozik. Mert mit tud még csinálni? Úgyis felrobban már. Hát, ezek aztán jól kidolgozott rakéták. Na, robbanj már fel. Így gondoltam én is. Aj. Persze gyertek be, nem gáz, hogy mindjárt felrobban ez a hely. Itt az, hogy lelőttök sokat, nem értek. Szemből lövöm, de persze egyből az jut eszébe mindenkinek, hogy balra dőljön a falnak neki egyből, amikor már lelőtték. Nem is a játék logikája szerint. Na, hát ez is megette a falat, meg ráborult a székre. Achtung, achtung. Miért megnyomtam az F-betűt, hogy mász? Hogy mászol le a korláton, vagy mi a létrán, azért sem. Ha, jó van. Megyek előre futás nélkül, de azért leugrik a dobozról. Na, hogy normálisan meg lehessen csinálni. Elkepusztítom a rakétát. Menjen, védik. Nem tudom, hogy fog sikerülni. Értem, tehát innen lövik ki a rakétát. Ahelyett. Sőt, nem is védi senki. Oké. Tehát most ráraktam a bombát, hogy felrobbantjam a rakétát. Ami kilövődik. Sőt, valaki kilövi, amikor innen van a fellövési zóna, ahol éppen elbújtam. De nem gáz, tehát most magunknak indítottuk el a rakétát, amit később felrobbantunk. Gratulálunk, rengeteg londoni életét mentetted meg a mai nap. Hát, jó, de én okoztam a bajt, ugyanis Morty lőtte fel a rakétát, kivéve a távirányítású volt, ugyanis launching zónából lőttük fel. Na mindegy. Összegzés a játékra. City Interactive-hoz képest annyira nem rossz a játék, eltekintve a random rángatózó hulláktól, a bagos ugrálástól és a újratöltés közbeni fegyvert nem lehet átváltani, és a monoton katonáktól összesítve 5 pontot kap tőlem 10-ből, szerintem ennyit érdemel. Egyébként a City Interactive oldalán megnéztem játékok listáját, és letagadt az már a Mortyr egész sorozatot is, ugyanis nincs kint az oldalán Mortyr egyik része sem, úgyhogy annyira nem lehetnek büszkék erre a játékra. Na, ennyi lett volna ez a végigjátszás, sziasztok!